a világ egyik legnézettebb sporteseménye, sőt, hogyha az Amerikai Egyesült Államokat nézzük, akkor a 10 legnézettebb műsorból az Egyesült Államok történetében 9 Super Bowl volt, vagyis a Nemzeti Futballliga döntőiről beszélünk. Amerikai futball, remélem, hogy jól tartom ezt a labdát, majd meglátjuk, mindjárt elmondja nekünk Kerek István, a Network 4 műsorvezető kommentátora. Szervusz, jó reggelt kívánok! Mert hogy ugye Magyarországon nálatok követhetik az Amerikai Futballliga eseményeit, és ez is mutatja, hogy a világon már nagyon-nagyon népszerű ez a sportág, ami eredetileg nyilván Amerikában volt népszerű. Minek köszönhető a térhódítása? Nagyon érdekes, hogy honnan akarjuk ezt igazából megvizsgálni, mert lehet 21. századi modern trendeket vizsgálni, például azzal kapcsolatban, hogy ez a sportág, ez sokkal alkalmasabb arra, hogy miközben élőben megy a közvetítés, a mostani fiatal generáció, amely majd néhány éven belül a potenciális felvevő piaca lehet majd ennek az egész ligának, az jobban tudja pörgetni a telefonját. Amikor a 2-3 másodperces TikTok videók korát éljük, akkor mindenképpen ez egy nem elhanyagolandó szempont. Ha pedig összességében az NFL-nek a térhódítását nézzük, akkor pedig azt kell hozzátenni, hogy egy nagyon-nagyon jól és nagyon-nagyon nagy hatékonysággal dolgozó gazdasági és profi gépezet az, amely először meghódította az Egyesült Államokat, és nem akart egyből nagyon-nagyon-nagyon globális lenni, mert igazából a saját piaca, a saját országa, de aztán mégis, ahogy haladt előre az idő, úgy kezdte el felismerni azt, hogy már kinőtte nagyjából az országot, hiszen említetted, hogy az Egyesült Államok történetének 10 legnézettebb műsorából 9 Super Bowl. Egy kicsit frissebb adat, hogy a 2023-as lineáris műsorcsatornák közül a 100 legnézettebb közül 93 volt valamilyen NFL mérkőzés, tehát azért ez is jól mutatja azt, hogy még most is eléggé nagyon nagy intenzitással nő, és amikor valaki azt mondta korábban, például akkor, amikor próbálták megvizsgálni azt, hogy ez az egész NFL mekkora lufit fújhat magának, az alapján nem nagyon lehet látni azt, hogy egyáltalán mikor fog kidurrani, mert nagyon szisztematikusan és nagyon jó stratégia mentén alakítja ki a terjeszkedését az NFL. Ugye most már egyre több mérkőzést rendeznek Európában is, most már Dél-Amerika felé is terjeszkedik. 2 piac van nagyjából, amit még nem nagyon tudott meghódítani az NFL. Az egyik Afrika, a másik Ázsia, de szerintem ahogy haladunk előre az időben, és ki lesz használva teljesen az európai piac, akkor egy idő után majd elkezd arra felé is tendálni a liga. A labdarúgásnál már láthatjuk, hogy ez működik, és meghódították gyakorlatilag ezt a két kontinenst is. Több mint 100 millióan nézik a televízión keresztül a Super Bowl-t. Ahogyan említettem, pont a reklám előtt, 30 másodperc reklám, 6,5-7 millió dollárba kerül, egészen elképesztő üzlet, ami megmozdul ilyenkor egy Super Bowl-al kapcsolatban, ami most nem is akárhol volt, Las Vegasban. Igen, az első Las Vegas-i Super Bowl volt, és nem feltétlenül a legnagyobb stadionja ez az NFL-nek, ahol rendezték, az Allegiant Stadium, de mégiscsak az egyik legimpozánsabb, az egyik legfrissebben átadott stadion, amint átadtak, már rögtön be is adták a Super Bowl rendezési kérelmet, és hát meg is kapta. Nyilván ugye egy fiatal csapatról is beszélünk, hiszen azért Las Vegas folyamatosan akár az amerikai major sportokat nézzük, akár pedig az egész világsportágat nézzük, hogyan terjeszkedik, az szintén látszódik egyébként ezekben a törekvésekben. Ugye már Forma 1-et is rendeznek ott, ugye van NHL csapata a városnak, NFL csapata is van ugye azzal, hogy a Raiders oda költözött. Úgyhogy nem feltétlen már csak a sportfogadás, illetve a box, vagy éppen a ketrecharcnak a meleg ágya Las Vegas, hanem összességében azért már az amerikai major sportágak tekintetében is egy igen komoly bázis. Ha már említetted a sportfogadásokat, állítólag ez még előrejelzés volt, 67,8 millió amerikai fogadott most már utólag a Super Bowl-ra, lehet, hogy még többen voltak, vagy kevesen, de azért ez is mutatja, hogy egészen elképesztő, hogy mennyien vannak. És amellett ugye, hogy ez mekkora üzlet, ha megfigyeljük, hogy milyen celebritások tűnnek föl ilyenkor egy Super Bowl-on is, és mondjuk ők formálnak véleményt egyes kérdésekben, akkor az sem egy elhanyagolható történet, és van egy sztárpár most ezzel a Super Bowl-al kapcsolatban is, Amerika egyik legnépszerűbb énekese Taylor Swift, akinek a párja a Kansas City Chiefs játékosa Travis Kelce, és az ő csipkerózsika mesékről beszélt egész Amerika, de nem csak azt, hogy ők ugye mekkora álompár, hanem ennek aztán mindenféle gazdasági vagy akár politikai vetületét is vizsgálták. Honnan kezdjük? Mert egyébként az NFL nézettségén is nagyon látszik a Taylor Swift hatás, hiszen hogyha megnézzük a 2023-as szezonnak a
teljes nézettségét, akkor azt láthatjuk, hogy 9%-kal több nő nézte idén az NFL-t, mint egy évvel korábban, és ezt nagyon-nagyon sokan a Taylor Swift hatásnak tulajdonítják, és azt is lebontották egyébként, hogy mérkőzésenként a Kansas City Chiefs értékét mennyire növelte meg az, hogy Taylor Swift folyamatosan ott volt a lelátón, és az első heteken még nem, de aztán utána, amint megjelent, azt hiszem a Chicago Bears elleni mérkőzésen volt először olyan meccs, ahol ott volt a párjának a mérkőzésén, onnantól kezdve egyébként folyamatosan minél többször mutatta őt a kamera, és a közvetítő csatornák is egyébként rámentek arra, hogy ha van Taylor Swift, akkor van nézettség, és például ezért fordulhatott elő, hogy az NBC, amely országos csatorna és amely a legtöbbet fizeti az NFL közvetítési jogaiért a vasárnap esti főműsoridős meccs miatt, nem mozgatott ki Chiefs meccset, hiába, hogy nem volt annyira érdekes, vagy éppen izgalmasnak ígérkező a mérkőzés, pusztán azért, mert tudták, hogy ha ők mutatják Taylor Swiftet, akkor rendben lesznek az aznapi közvetítési adatok és nézettségi adatok. Na, beszéljünk, van még nagyjából egy percünk a mérkőzésről is. Kansas City Chiefs és a San Francisco 49ers találkozott egymással. Nem ez volt az első Super Bowl, amelyben ők találkoztak egymással. Milyen volt maga a mérkőzés, mert hogy rendkívül izgalmasan alakult. Az első félidő az nagyjából feledhető volt, tehát aki egyébként kicsit rövidítve akarja megnézni, az nyugodtan kezdheti a második félidőnél, mert az első félidő az inkább a védelmekről szólt, és nem feltétlen annyira a látványos játékról. Aztán viszont ahogy haladtunk előre az időben is, kerültünk a negyedik negyed felé, úgy lett egyre élesebb a teljes mérkőzés. Nagyon sok hibával játszott egyébként mindkét csapat, de hiába, hogy például a 49ersnél van a liga legjobb kiszolgáló személyzete, a liga, illetve a modernkor legjobb irányítójával szemben még egy Super Bowl-on sem mehet erre biztosra, és azt is hozzá kell tenni a teljesség kedvéért, hogy nagyon-nagyon sok hibával is játszott ezen a mérkőzésen a 49ers. Kiadott egy extra pontot például még a rendes játékidőben, amivel igazából meg is nyerhette volna a meccset. Nyilván utólag már nagyon sok mindent bele lehet magyarázni, de volt speciális egység hibája a 49ersnek, volt játékhívásbeli problémája a 49ersnek, és voltak edzői filozófiabeli kérdések, amik azért felvetődnek minden egyes veszített Super Bowl után, és hát Kyle Shanahan számára nem ez az első olyan Super Bowl, amihez vagy támadó koordinátorként, vagy vezetőedzőként van köze, úgyhogy a csapat a két számjegyű vezetésről kikap a végén. Kerek István, nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondta nekünk.